Idén már az 5. Tirpák Fesztivált szervezi a város. Az eddigi adatok azt mutatják, ez Nyíregyháza egyik legnépszerűbb rendezvénye, közölte a település alpolgármestere. Tavaly a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség statisztikája alapján 18 ezer adag étel fogyott el a két nap alatt, és körülbelül 25-30 ezer ember látogatott el a Kossuth térre. Ebben az évben étkező szigeteket is kialakítanak majd a belvárosban, tette hozzá Úrik Attila, hogy a vendégek kényelmesen tudják megkóstolni a tirpák ízeket. Az előző évhez képest idén több változásra is számíthatnak majd a Kossuth térre látogatók. Az első az, hogy sokkal több idegen város fog, partnerváros fog megjelenni, öten, és ebből hárman főznek is helyi jellegzetességet. Másik az, hogy pálinka napokat szervezünk, ami eddig még nem volt itt Nyíregyházán, és öt megyei pálinka főzde elvállalta azt, hogy részt vesz mind a két napon, és árulja a termékeit. A harmadik pedig az, hogy most egy retro show-val próbálkozunk, illetve a főzéshez kapcsolódóan is még sok minden más meglepetéssel. Azért tartottuk most ezt a sajtótájékoztatót, mert a neten mi is láttuk még a szerződés aláírása előtt jóval már, hogy dr. Albán igaz-e, hogy ide jön Nyíregyházára. És arról szeretném tájékoztatni a tévénézőket és a rádió hallgatókat is, hogy a hír igaz. Így szombat este 9:30 körül lép majd fel a 90-es évek egyik legnépszerűbb külföldi előadója a Kossuth téren. 23-án szombaton a népi ízek találkozója, 24-én vasárnap pedig bogrács és grillbajnokság lesz, amelyre szeptember 8-áig még jelentkezhetnek a csapatok. A pálinka standoknál 5 főzde italait kóstolhatják meg a vendégek, itt készpénzzel fizethetnek majd, az ételeknél marad a 300 forintos kóstolójegy. Úrik Attila a sajtótájékoztatón külön kiemelte, a Tirpák Fesztivál ideje alatt kerékpárstop lesz érvényben a Kossuth tér teljes területén.